Megmondom őszintén, egy kicsit zavarban vagyok, mert olyan sok mindent hoztatok, hogy nem is tudom, melyikkel kezdjem. De talán illene legelőször is megmutatnom ezt a csodálatos figurát. Remélem, hogy itt meg is tudom nézni. Szóval, ha ez oda kerül egy gyerek elé, akkor azt megértem. De az, hogy Straub Dezső művész úr előtt van egy ilyen, akkor ennek nyilvánvalóan valami hátsó szándéka is lehet. Hát először is létszős nagy tisztelettel de... Zorgival, mert ő a lányomé, csak suliba van, és elloptam otthonról addig, hogy hozzak magammal egy kis demonstrációs eszközt. És akkor most napsugár nélkül fogunk beszélgetni? Hát a napsugár most kérlek szépen megoldja a fél évi bizonyítványát, mert különben nem jöhet haza. Hát nem igaz, hogy a pedagógus nem engedte volna el egy fél órára. Na mindegy, nem ő a hibás, hanem ilyenkor mindig a szülőknek kell szólni. Ha jól mondom, de hát a pszichológus majd ebben megerősít. Főleg azért, mert gyermekpszichológus, és ő is a gyerekek pártján áll. Na szóval mondjad, mondjad. No, Zorgi babáról? Igen. A Zorgi babá zseniális is történet tudnék. Ugye egy karácsony meg ünnepek tájékán az ember ugye mindig az ajándékozásba belemerül. Ja. És írdatlan sok elképesztő játék, ilyen lélekromboló játékkal találkozik az ember mostanában az üzletekben, és annyira, hogy nem csak felcsillant a szemem, ez egy tavalyi darab, amikor tavaly... Nem látszik rajta, nem öregszik. Hát meg kimostam direkt, jaj, értem, igen. Hogy találtam valamit, és ezért örülök egy pszichológus társaságának, ami én úgy gondolom, hogy egy óriási segítség. Gyakorlatban ezt látom az én kislányomnál, de gondolom hány másoknak éves? Is. 10 éves a leánygyermek. És kérlek szépen, neki is volt, mert nagyon jó mintakövető kiskölykök, ugye lenyúlják a papa-mama betegségeit, fóbiáit. És a rossz tulajdonságait. Azt simán azonnal átveszik, és ugye hát mi is egy ilyen stresszes, őrült világban élünk, és nagyon-nagyon jó lenne a gondokat egy kicsit elfelejteni, hát ez egy remek kis segédeszköz. Remek kis segédeszköz, és tulajdonképpen itt már a korábbiakban, ha nem említettük volna, itt a gondevőkről van szó, mert hogy most együk meg a gondokat, tegyük magunkat túl rajta, de hát ehhez mindenféle segédeszközök is vannak. Na most orsolja, hogyha itt végignézem, azt mondja, hogy Life Garden családi naptár, ez rendben van, mert úgy tudom, hogy szakmailag is oda tartozol. És akkor ezek a többi műtyürkék, ezek micsodák, mert így messziről nem tudok rájönni, az, hogy ez egy hőmérőnek néz ki, az tiszta sor. Na szóval... Addig... A szorongásokról, félelmekről van szó, aminek egyrészt van egy életkori sajátosság, olyan óvodáskorban kezdődik, amikor tulajdonképpen minden különösebb behatás nélkül úgynevezett szimbolikus félelmek időszakát élik a gyerekek, és ilyenkor szoktak a sötéttől félni, boszorkáktól, manóktól, kémitől, és ez az időszak, amikor először elkezdhetjük használt venni ezeknek az eszközöknek. Egyrészt valaminek a szájába beletehetjük, vagy valamibe, egy borítékba, egy ilyen helyes gondnevőnek a szájába beleteheti a félelmeit, a szorongásait, a rossz érzéseit, akár a rémámait a gyerek. Azzal már, hogy ő ezt megfogalmazta, beletette, mint egy szimbolikusan, de akár egy lufiba is elengedhetjük, ami ugye héliummal van töltve ezeket a gondokat, tehát sokféle módszer létezik erre. Ezzel ő már megszabadul tulajdonképpen ennek a szorongásnak, félelemnek a nehézségeitől. Na jó, ez rendben van, de ezt a gyerek is tudja? Hogy fogadja? Mert ezt most nagyon szépen elmondtuk, de a gyerek ezt mikortól lesz tudatos? Hogy azt mondja, hogy most akkor én ezt beragasztom, vagy ezt elengedem, vagy kidobom magamból. Hogyan segít ez ebben? Fog szólni. Fog például szólni. Úgy fog szólni, hogy este nem akar elaludni egyedül. Igen, mert fél. Vagy éjszaka felébred, persze. Így van, vagy éjszaka felébred és sír. Akár lehetnek komolyabb esetek is, amikor akár újra bepisil. Volt egy olyan kisfiú, aki minden éjszaka leizzadt, és igen. Pizsamát kellett akár többször is cserélni. Nem tudjuk pontosan ez az velünk okát, is elég szokott de valójában fordulni. Nem is feltétlenül kell tudni. Ha bepisílek, akkor mit vigyek magammal, azt kérdezném. Jó, de én most a gyakorlatban, szóval ott van az a gyerek, aki fél a sötétben, és nem mer egyedül elaludni. Akkor most tényleg a gyakorlatban. Ezek közül mit csináljuk? Ez, akkor tessék ezt oda, na akkor kisfiam, vagy napsugár, már bocsánat, hogy ezt mondom. Ez konkrét, ez a fél. Na, azért mondom, és akkor nézd ezt meg, tanuld meg, olvasd ki. Napsugárnak a lány védőpasgenerátort ajánlanám, igen. Lányoknak való gyönyörű szép szivárványos. Ide így főleg, akkor így. Kicsi mancsát ráhelyezi, igen. Bekapcsolja, igen. És ezzel egy láthatatlan védőburok generálódik köré. Jó. Ezt este be kell kapcsolni, és reggel kikapcsol, és addig tulajdonképpen minden rossztól őt
megvédi. A gyermeki fantázia nagyon kell. Hát fiú, pontosan, előbb megértik mindig. A fiamnak ilyen van, ez a fiús egy nagyon helyes lovagvár van rajta. És ő is mekkora? Ugyanúgy működik, ő 8 éves. Na, hát akkor lesz. Nagyjából. Most már igen. Öregíthetem, mert már alig van hátra néhány hét. Lovagvár. Az a tapasztalatom, hogy hát nyilván a kicsik is, kicsik nagyon-nagyon nyitottak erre, ők igen. A mesék világában élnek már eleve, de akár a 12 éves fiú is boldogan rákap egy ilyen védőpas generátorra, vagy akár egy gondevőre, hogyha azt várhatja tőle, hogy elmúlik akár az, hogy ő éjszaka felriad, vagy nem mer elaludni. 10-12 éves fiúk, ők már találkozhatnak olyan rémisztő filmekkel, ők már mutogatnak egymásnak akár horrorfilmeket igen. Is. Na most, ciki, ha nem néz meg. Azt mondja Pető Orsolya, hogy már mint ott a Life Gardenben, mint gyermekpszichológus, hogy a gondelők fontos családtagok, sok gyermekben beragad egy-egy félelmetes helyzet, és anélkül, hogy beszélni tudna róla, napokig, hetekig, hónapokig aggódhat rajta. De most azért kérdeztem a gyerekek életkorát, mert akkor te így mondtad úgy félig viccesen, de ez nem vicc, tényleg szembesültél vele. Hát hogyne. És akkor abban a pillanatban, vagy ahogy sikerült rátalálnod a gondevőkre, akkor ezt nyilván akkor le tudtad mérni a napi gyakorlatban. Elképesztő volt a hatása. Tudni, és ezért nagyon örülök, hogy Orsolya itt van, mert tanácsot is kérhetek. Ugye van egy ilyen pszichológiai módszer, ez a borítékolás, hogy borítékba rakjuk a gondot, és aztán az ember kint hagyja a kocsiba, itt a tamot, és kint felejti kvázi. És ezt mi is, ugye az originál, ez benne van a szájában. Tehát a gyerek ezt akartam mondani, hogy lerajzolja a problémát, és oda vagy benne. Leírja, igen. És ide berakja. Ettől gond behúzza, átrakja a gondot rá éjszakára, és vele alszik. Az én kérdésem a következő. A jó szülő, most megkérdezhetem a napsisuliban, éjszaka betaláljon-e, és kivegye belőle, megetetje be a gondot, aha. Hogy benne hagyja? Semmiképpen. Ne hagyjuk benne? Semmiképpen, viszont hogyha nagyon kíváncsi, akkor dolgozzon inkább a gyermekével a bizalmi kapcsolaton, hogy biztos lehessen abban, hogy minden fontos dolgot ő megtud. Akár azt is, hogy mi az, ami őt nyomasztja. Igen. Ez működik anélkül is, hogy mi szülők tudnánk róla, hogy pontosan mi van benne. Inkább érjük el nála, mert ez, hogyha ezt csináljuk, rájön, úgyis előbb-utóbb kiderül, hogy láttam, megnéztem, akkor én át. Persze. Nála tökéletesen elmúlt például a sötétségtől való félelem, ez megdöbbentett. És ugye én is gondolkodtam, hogy a borítékos dolgon, csak ő meg marha személyes. Tehát ugye a boríték az egy papír darab, és ő meg nem válik. Még nagyon sokféle van kalózós, igen. Tehát kifejezetten hát lányokra, hogy így mondja a termék, mert ugye mindenre ezt mondják. Halálos egyszerű dolog, gondolat, és végre valami, aminek van egy pszichológiai alapja, valaminek értelme van, játszik is a gyerek vele, és valóban megszűnik egy olyan szörűszorulás. Bocsánat, a nagy gondevő meg a kicsi gondevő között mi a különbség az életkor miatt van? Vagy pedig a kis gondokat, meg a nagy gondokat? Tetszik. Vagy a nagy gondokat is kicsit, meg tudja oldani. Hát kicsit nyilván könnyebb bevinni mondjuk az iskolába, mert ezt akár napközben is lehet használni, akkor is lehet belepakolgatni. Hát ki találta ki ezt az egészet? Mármint a gondevőket. Hát ez egy meglévő, gyakorlatilag ugye mondhatjuk, hogy már évszázadok óta működő történet, a formája az, amit holhoz kell igazítani. Hát gőzöm sincs, hogy kitalálta ki, de örülök neki, hála Istennek, hogy kitalálta valaki. Nem, mert mindenki azt szokta mondani, mert már Amerikában van ilyen, meg mit tudom én, de hát ezek hát szerint nem tudom, hol van, nem is érdekes. De örülök, hát hozzá lehet jutni Magyarországon már mindenképpen. Hát az a jó. Ami érdekes benne, az, hogy azt mondta, hogy van értelme. Egyébként ami miatt van értelme, pont az, hogy nincs értelme, mert hogy ezek a félelmek meg általában irracionálisak. Tehát igen. Tulajdonképpen nem egy konkrét dolog, amit hogyha megszüntetünk. Ha nem jön a zsákos és elviszi tényleg, csak fél tőle. Így aztán maga a megoldás is, hogyha azt mondjuk, hogy ne féljél, nincs ott semmi, nincs ott manó, nincs ott nézd, mert megnéztem, nincs, akkor ez nem működik. Tehát magának a megoldásnak is irracionálisnak és meseszerűnek és egy eszköz hozzá mindenképpen. Az előbb én ezt a kezembe vettem, csak azt elfelejtettem megkérdezni, hogy itt van ez a hőmérő, meg 4-5 gyerekfej, és tényleg ez itt nyilván mozgatható, az gondolom. Mozgatható, így van. Na most akkor az lenne az igazi gond, de hogy így ránéz a szülő, és így csinál, és ez magától elindul. De nem indul el magától, hanem hogy működik? Úgy működik, beállítható rajta, hogy éppen hogy érzem magam, vagy egy adott... Nem lehet húzni hátul, vagy valahogy. Nem, mert mindig csak a csalásra gondolsz. Nem csalásra. Művészi szabadság. Bocsánat. Na, szóval... Beszéltünk arról, hogy a bizalmi kapcsolatot, igen. Hogy mindent elmeséljen, ezt érdemes helyreállítani, vagy ezen dolgozni. Ez például nagyon jó, ez egy úgynevezett hangulathőmérő. Ezen a gyerek be tudja állítani, hogy mondjuk ő az iskolában vagy az óvodában hogyan érezte magát. Igen.
vagy amikor a barátja mondjuk elvette az ő dömperjét, akkor ő így érezte magát, és akkor meg tudom kérdezni, hogy mitől érezni magát egy kicsit jobban. Aha. Segít mesélni, amikor megkérdezzük, hogy mi volt az óvodában, mit mond minden gyerek? Semmi. Az iskolás is. Viszont, hogyha ezzel kezdünk el beszélgetni, akkor valószínűbb, hogy sokkal több mindent elmesél. Sőt, én, mint szülő, érdemes azzal kezdenem, hogy velem mi történt. Képzeld a munkahelyemen. Na, ez történt, meg az történt. Na, de ez duplán jó. Szóval azért mondom duplán, mert egyrészt nem csak annyi, hogy mi volt az óvodában, vagy mi volt az iskolában, semmi, vagy az, hogy kaptam egy egyest, hanem effektív a szülővel, vagy a felnőttel, vagy a pszichológussal történő beszélgetés elkezdődik. Mert manapság, nagyon jól tudjátok, nincs beszélgetés szülő és gyerek között, leül ide-oda, amoda. Na most mindig a gyerekekről beszélünk, de akkor most ezt úgy, hogy ne halljósuljam. Szóval ez szerintem baromi jó a felnőtteknek is. Hát hogy érezted magad a munkahelyen, a színházban, mert elfelejtettem a szöveget, kész. Mindenféle élőlényeknek, akiket nem illik a nevét ejteni, mostában vannak ilyen hangulati skálái, tehát felépítettek ilyesmiket, ami hihetetlenül fontos, hogy az ember, ha valakivel beszélget, annak felmérje ugye azt, hogy körülbelül milyen hangulati Igen. státuszban van, hiszen úgy tudsz vele beszélgetni. Hogyha az ember elindít egy ilyen tesztet, egy kis beszédtesztet, Igen. tehát megszólítod ilyen, meg ilyen hangulatban, arra fog válaszolni, amelyikben van. Hát nyilván, mert a többi ez őszinte, Igen. amíg el nem rontjuk őket. Már, úgyhogy persze, nekünk igen. is van még nekem egy valami, hogy hagyd használjam ki ezt a lehetőséget. Hát itt nagyon jó a fűtés. Igen, hőmérőn látod. Tessék, a hőmérőn tedd, nagyon jó a fűtés. És az, hogy amikor én először ezt a kis játékot megvettem a gyereknek, vagy hogy nem is tudom, hogy hívják az orgit, akkor volt bennem egy lelkiismert furdás egy pillanatig, hogy nem egy felelősség áthárítása ez valahol. Nem. A részemről. De félig meddig már kaptam rá persze választ, csak hogy egy pszichológiai megnyugtatásra vágyom, mert hamar megnyugtatna engem egy jó viszki mellett. Vagy kettő. Hogy ez, szóval gyakorlatilag nem okozok vele olyasmit, olyan problémát, amit... Hogy a saját felelősségedet megpróbálod Zorgira rátenni. Igen, igen. Vagy oldja meg ezen, hogy nekem kell majd megoldanom, de ezek szerint akkor... Hát de te nem tudod úgy megoldani, mint ez, mert a gyerek, amikor ezt igen. a kezébe veszi, akkor egyáltalán nem úgy gondolkozik, mint hogyha most a papát venné a kezébe. De az a tapasztalatom, hogy inkább elindít beszélgetéseket. Tehát az a része, hogy én törődöm a gyerekemmel, hogy meghallgatom, hogy igazából igen. mi az, ami őt nyomasztja, az nem, hogy elmúlik ettől, hanem erősödik. Na állj egy pillanatra, ezt az előbb én már néztem, itt van egy csomó ilyen apró kis matricának mondható, gyönyörű szép fejecske, és akkor itt van a családi naptár, amit meg is fordítok, ami teljesen egyszerű, mert itt kockák vannak reggel, délben, este, ez érthető, meg a napok. Na most ez a sokféleség, ez tulajdonképpen ennek a hőmérős figurának a továbbfejlesztése, vagy pedig ez pontosan micsoda? Ma már egy óvodás élete nem könnyű, mert hogy nem ugyanúgy zajlanak a napok. Az biztos. Ahogy nagyi megy érte van, hogy apa megy érte, vagy nagy anya felejt el érte elmenni, és aztán mégiscsak elmegy érte. Vagy hamarabb haza küldik. Különböző órák vannak, tehát már vannak ilyen délutáni külön órák, hétvégén is össze-vissza. Igen. Ez önmagában is már okoz hadszorongást, óvodáskorban, amikor ő még nem tudja ezt kontrollálni, nem ért, hogy mi van, nem tudja, hogy ma miért nem megyünk oviba, mert hogy még az időérzéke sem olyan, Igen. hogy tudná, hogy most hétvége van. Az az érzés, hogy néha megyünk oviba, néha nem, és ez nem rajta múlik, hanem a szülein. Uh-huh. Úgyhogy érdemes akár minden családban egy központi helyre kitenni egy ilyen heti tervezőt. Tehát tulajdonképpen egy órarend, amin vizuálisan már akár, hogyha nem is tud olvasni, de egy 2 éves gyerek is már azt meg tudja állapítani, hogyha tudja, hogy ma milyen nap van, uh-huh. hogy nagyjából hol tartunk a hétben, hogy most hétvége van, vagy nincsen hétvége, és azt minden egyes héten újra és újra teletenni azokkal a főbb programokkal, Igen. amik őt is érintik. És akkor azt onnan tudja. Mert tehát, hogy a szimbólumot oda rakjuk. Amikor anya megy érted, akkor igen, oda rakunk, igen, hogy uh-huh. anya megy érted. Nagyi megy érted, nagyi megy érted. Tenisz van, angolóra van, uh-huh. nagyihoz megyünk, kirándulni megyünk. Tehát ezeket mind-mind megrajzolhatjuk, kivághatjuk, vagy akár egy előre készítetted oda. Azért jó ez, hogy rendszerezi ez. Hát, és azt hiszem, hogy biztonságérzetet ad, sok minden miatt, mert tudja egyáltalán, hogy mi van. Meg egy felépítményben él, igen, az is fontos, hogy tudja, hogy milyen szabályok. Visszakerül a kontroll az ő kezébe, tehát
nem úgy, csak úgy zajlik, úgy véletlenszerűen az élet, hanem ő megnézheti, hogy mi jön. És még egy dolog, ami családi, szerintem... Még bocsánat, mert fontos a használatához, hogy együtt tervezzük meg, tehát ő rakosgathassa oda akár. Megint együtt lét. Így van, megbeszéljük, hogy mikor ki mit csinál. Még egy dolog eszembe jutott, az egyik ismerős mondta, arra jutott eszembe, hogy mondta, hogy 2 éves gyerek is. Az a gyerek már 3 vagy 3,5, persze nem tud még olvasni. És karácsonykor ugye annak, mindig vannak ezek a naptárak, hogy ide kinyitod az ablakot, berakod az ablakot. Adventi naptár. És volt neki egy olyan, de rajta voltak a napok is. Na most a 3,5 éves gyerek nem tud olvasni. Itt van ez a falra kifüggeszthető, HK-sz, tehát hétfő, kedd, szerda, csütörtök. És ugyanígy betűvel volt csak jelezve, hogy a gyerek nem tudott olvasni, de 2 hét múlva kiválóan tudta, hogy a H betű az hétfőt jelent, és akkor mit tudom, hogy a C az csütörtököt. Szóval valamit csoki azért... Csoki motiváció. Itt de valami megindul az agyában. Szóképp meg, ha ki lenne írva, hogy hétfő, akkor azt is megtanulná. Mm-hmm. Tehát magát a szóképet, azt nagyon gyorsan megtanulják. Az egy ábra tulajdonképpen. Még egy nagyon fontos dolog, nem mindegy, mert nincs 2 egyforma gyerek, hát ezt azt hiszem mindannyian tudjuk, de, és nyilvánvalóan ezekre a dolgokra is különféleképpen reagálnak a gyerekek. Van gondolom, aki fogékonyabb, van, aki nem annyira. Szóval hogy lehet elérni azt, hogy minél jobban felkeltsük az érdeklődést? Hát ez egy szakma nyilván. Anyaság elsősorban. Hogy ismernem kell a gyerekemet, hogy mi az, amire ő rá gerjed tulajdonképpen, igen, tehát hogy neki a lufi jön be, a gondevő jön be, mert hogy eleve szereti a plüssöket, egyébként szerintem a legtöbb gyerek szereti a plüssöket, kivéve az enyémet. Jó. Ő nem. Hát a szülői példa nyilván. De a legtöbb gyerek. Hát a férfi, hát nem játszik. És annyira helyesek és szimpatikusak, hogy én szerintem minden gyerek szeretne ilyet, vagy neki egy láthatatlan köpeny jön be, amit rágombolok, vagy a védőpajzs generátor. Na most a másik, mert azért a szakmáról is csak egy mondat erejéig, szóval tulajdonképpen amikor gyerekeknek játszol, vagy játszottál, de lehet ez felnőtt közönség is, és ez ugyanaz a kérdés, hogy lehet ébren tartani, vagy felkelteni az érdeklődéset a játék ez iránt, az iránt, amaz iránt. Tehát nyilvánvalóan állandóan, hogy mondjam, a szülőnek, a felnőttnek folyton toppon kell lenni, mert egyébként unja a gyerek mondjuk az előadást. Nagyon komoly szakmai kérdésre tapintottál, ez a hitelesség kérdése. Pontosan. Ugye, mert a gyereknek sok mindent szoktunk magyarázni. De nekem most már 2 unokám is van, egy és 3 éves, és állandóan nézem, hogy minden szülő a hülyeségeit viszi tovább, adja tovább a gyereknek, az megint tovább, megint. Igen. Sose lesz vége a sornak, tehát tökéletes szülő az nincs természetesen. Mit akartam én ezzel mondani, hogy öregszik? Hát azzal, hogy mindig viszed tovább. Hogy a hitelesség. Hiába mondasz bármit, ha máshogy élsz. Ez úgy lenyúlja a gyerek azt, hogy te magyarázod, hogy rendegyen kisfiam, és megnézed a szobádat, és idáig áll a koszt, meg a cuccok, akkor te hiába beszélsz. A folyosón meg rátszik. És panglizol, akkor persze, kész vagy. Hogy azon gondolkodtam közben, de gyerekpszichológus ül mellettem, úgyse tudom megkérdezni, legfeljebb tőled, mint felnőtt pszichológusok, hogy mi hogy fogjuk tudni ezeket a ránk szakadó gondokat, lelkiismeret furdalásokat, mert ugye én is látom a gyerekeimben, unokáimban, amiket én adtam át rosszul. Hogy nekem lenne egy gondevőm, érted? Mert azért a viszki nem mindig jön be. Igen, de egyet, mert ugye mindannyian tudjuk, hogy mindenki örökké tanul, az egész életünk egy tanulás, igen. De hogyha szerintem, de igazíts ki, hogyha nem jó, szerintem, hogyha a gyereknél sikerül elérni azt, amit ezekkel a módszerekkel sikerül elérni, a gyerek ráhangolódik, és szerintem valahol ez visszatükröződik, és a szülő is meg fogja érezni azt, hogyha a gyerek jobban érzi magát. Egy pszichológus veszett meg a műsorvezetőt. De a kolléga nem használja ezeket felnőtteknél is, és igen, bevülök rá, komoly öltönyös úriemberekről. Nagyon sokat fogunk rajzolni, írom, rakom bele Csórikának, így fog kinyílni. Felnőttek többsége azért ezt inkább gondolatban szokta csinálni, tehát akár a lufi is eleresztést is meg lehet tenni naponta. Mondjuk mielőtt belépek az ajtón otthon, és ráordítok a gyerekeimre, mert hogy napközben annyi baj, azelőtt egyszerűen csak a kocsiba még 1 percet adok annak, hogy kifújjam a napi gondokat, hogy eleresszem egy lufin, mert hogy otthon már sem értem. Ez az, amire a nagyszüleink, ha jól emlékszem, azt mondták, hogy drága, előbb számolj 10-ig, és aztán majd utána. Nem tudom, egy szívszorító dolog. Zászlom. Tegnap este éppen, de utána hazamentem, és megjött a kislányom, és halálosan fáradt voltam, mert rongyám elosztam magam, és ő leültött, egy kicsit dolgozott, igen, meg a gépen játszott, és én kénytelen voltam ledőlni egy fél órára. És azt álmodtam, hogy nekem most vele kéne játszani.
Hát tessék, lelki furdalásod volt. Na, így van. Hát én nagyon örülök, hogy mindezt megtudhattam a nézők nevében is, mondom ezt. Nagyon szépen köszönöm, hogy voltatok, gyertek máskor is, mert ez tényleg olyan. És természetesen, hogyha a hatos csatornát nézik, akkor bőven felvilágosítást is tudunk még ennél adni. Köszönöm még egyszer. Köszönjük a lehetőséget.